Szeretném megköszönni polgármester úrnak, hogy méltó helyet biztosított ennek a szimbólumnak. Hévízen a Tavi Rózsa utcai multifunkciós sportpálya mellé ültették el a férfi felelősség fáját. Az országos méretű társadalmi projekt kezdeményezője, a Férfiak Klubja, hazánk legnagyobb férfi közössége. Mint a klub alapítójától megtudtuk, fő céljuk felhívni a figyelmet a férfiak családi és társadalmi felelősség vállalásának fontosságára. A hitvallásuk jelképeként szolgáló diófacsemeték telepítése Kárpát-medence szerte 2017 őszén kezdődött. A diónak ugye minden része gyógyító. Azt mondják, hogy a diófát ültettek az őseink minden gyerek születésekor. Azt mondják, hogy aki diófá árnyékába akar hűsülni, ahhoz az szükséges, hogy néhány generációval előtte valaki higgyen ebben és elültesse azt, és most mi vagyunk azok, akik hiszünk abban, hogy majd néhány generáció múlva hűsülnek az árnyékába, mi meg tesszük azt a munkát, amit a táblára írtunk, tehát közben is tesszük a dolgunkat. Mint Hévízváros polgármestere elmondta, magánemberként is figyeli a klub tevékenységét, egyetért a kezdeményezés mondani valójával. Ezért is tartotta fontosnak, hogy városunkban is megjelenjen ez a jelkép és gondolat, amely elsősorban a családok összetartozásáról szól. Talán még azért is fontos mostani időkben, hiszen látjuk azt a fajta helyzetet, ami a világban uralkodik, Európában, de az egész világban, ahol még jobban szükség van a férfiakra, hogy megvédjék a nőket, hogy tartsák a hagyományos családi viszonyokat. A gyerekek nevelésében, a pedagógusi pályán, és sorolhatnám még ahonnan, a férfiak elkezdtek egy kicsit kikopni, ha mondhatom ezt, ami nem azt jelenti, hogy a nőkre nincs szükség, természetesen, hiszen pontosan azt hangsúlyozza, hogy szövetségben kell a férfinek és a nőnek ezt a felelősséget viselnie, és mindenkinek azon belül megvannak a fontos és elkerülhetetlen feladatai. A Férfiak Klubja 2013 óta létezik. Különböző megmozdulásaikkal a társadalom szintjén próbálnak szólni a férfiakhoz, elsősorban a fiatalokhoz. Igyekeznek a családközpontú gondolkodás mintáját átadni a felnövekvő generációknak.